Három, kettő, egy, rajt! Így rajtolt el néhány évvel ezelőtt a karácsonyi rohanás mezőnye. Idén is futhatnak egy óta mozgás szerelmesei advent utolsó vasárnapján. Több kategóriában lehet nevezni. Itt most lesz a futóknak is táv, gyerekeknek, elsősorban a gyerekeknek, a holtágon a futópályán, akkor felnőtteknek, ugye, vagy azok a nagyobb gyerekeknek négy, 8 és 12 kilométer, és a nordic walkingosoknak pedig 8 kilométer gyaloglásra lesz lehetőségük, és természetesen minden célba érkező gyönyörűséges befutóérmet fog kapni. A gyerekek 10 órakor, még a nagyobbak 10 óra 30-kor rajtolnak december 18-án. Mindenkit biztatok, hogy nagyon gyorsan nevezzen, mert az, a befutó érem, érmet meg kell rendelnünk, és annak a gyártási időszaka két és fél-három hét, úgyhogy csak azok kapnak befutóérmet, akik előneveznek. Már, de már lesz a, a helyszíne. Hogy nem, már nagyon régóta elindítottuk az előnevezést, elég sokan vannak, de természetesen még várunk nevezőket mindegyik távra, mert a helyszínen is lesz lehetőség, csak ott már nem garantálta a befutóérel. Függi Edith, a Megyei Szabadidős Sportszövetség elnöke mindenkit arra bíztat, hogy télen is mozogjon a szabadban, amelyre kiválóan alkalmas a Nordic Walking. Ez nem az idősek sportja, hiszen, hiszen a Nordic Walking ez a, a sifutásnak sí a szárazföldi változata, ami minden korosztály számára ajánlott, és, és az, azt veszem észre, én most már 18 éve foglalkozom ezzel a sporttal, hogy hogy majdnem több problémájuk van a 40 éveseknek, mint a 60 éveseknek. Mert ez az ülő munka, ez eléggé kikezdi a gerincet. Úgyhogy egyre több fiatal jön megtanulni ezt a sportot, hiszen mondom a sífutásnak a szárazföldi változata. Ezt ugyanúgy, mint a futás többféle intenzitással lehet végezni. A fiatalabbak nyilván sokkal gyorsabban tudnak menni, az idősebbek meg lassabban. De hogy, hogy kint lenni a szabadba, bármilyen idő van, ez mindenki számára egy, egy csoda dolog. Az ünnepek közelettével a nagy készülődésben ne hanyagoljuk el a mozgást, és ne sajnáljuk az időt magunktól, és induljunk el akár a karácsonyi rohanáson.